Köszöntöm az Agria Televízió nézőit, mai műsorunk vendége Sárosi Márton és Szoboszlai Zoltán, a 2012-es Bornemisza Gergely cserkész csapat tagjai. Sziasztok, köszöntelek titeket itt a stúdióban, nagyon sok mindenről fogunk azt hiszem beszélni ma, illetve hát bemutatjuk a cserkészetet, a cserkész csapatot, úgyhogy kezdjük is egyből azzal, hogy mit lehet tudni a csapatról. Hát a mi cserkész csapatunk az 1920-as években alakult meg itt Egerben. Körülbelül 10 évvel azt követően, hogy a cserkészet Magyarországon megjelent. Ez egy ifjúságnevelő mozgalom, jelenleg a világon a legnagyobb, mint ilyen. És hát a mi csapatunk az már a korai szakaszban sok száz főt számlált. Hamar egy cserkészparkot sikerült létesíteni itt a Belva völgyében az egri cserkészeknek, amihez számtalan egri cserkésznek és nem egri cserkésznek is kötődnek élményei. A cserkészetet sajnos beszüntették az 1940-es években, és a mi csapatunk jelenlegi formájában az 1980-as évek végén, 89-re alakult újra, és azóta pedig működik jelenlegi formájában. Hát annyian nem vagyunk, mint eredetileg, de most olyan 50 főt számlál a csapat. És azon kívül, hogy ifjúság nevelő mozgalom, azon kívül mi a cserkészetnek a lényege, hogyan lehetne megfogalmazni a szellemiséget, amit ti képviseltek, illetve amit meg kell tanulnatok? Hát tulajdonképpen ezt így pár mondatban elég nehéz lenne összefoglalni. Tulajdonképpen a cserkészet az egy életforma. Tehát egy cserkész nem csak akkor cserkész, amikor egyenruhában van, hanem az élet minden egyes mozzanatában cserkészként viselkedik. Ezt tulajdonképpen átélni lehet, és ezt nem lehet így körülírni. De most ez mit jelent? Most lehet, hogy banális a példa, amit mondani fogok. Tehát, hogy például elmentek mondjuk vásárolni, elmentek egy áruházba, és például, hogyha előttetek van egy nő, akkor beengeditek előre az ajtón. Vagy, tehát ez illemben is megnyilvánul, vagy azt is azért elég rendesen meg kell tanulnotok a viselkedésetekben és a hétköznapi viselkedésben. Hogyan lehet ezt elképzelni? Akár még ezt is jelentheti. Ugyanis a cserkészeknek van 10 törvényük, és igazából a köré próbáljuk felépíteni tulajdonképpen az egész életünket. Ezért is szoktuk azt mondani, hogy nem attól függ, hogy valaki mennyire cserkész, hogy mennyire vesz részt a programokon. Bár ez is nagyon fontos, mert ugye megvan ez a közösségi vonal. Mi egy külön közösséget alkotunk, ami természetesen mindenki számára nyitott, mindenki beléphet, de próbáljuk egy kicsit olyan életet élni, ami ennek a 10 törvények a szellemiségében történik. Hát akkor beszéljünk részletesebben erről a 10 törvényről. Mi ez a 10 törvény? Mit foglal magába? Mindegyik úgy kezdődik, hogy a cserkész. És igazából egy olyan értékrendet próbálnak állítani, ami mindenki számára követendő. A cserkészeknek ez a célja, hogy ezeket kövessék. De konkrétan ez mit tartalmaz? Például a cserkész egyenes lelkű és feltétlenül igazat mond. A cserkész, ahol tud, segít. Szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket. És még hasonló törvények. És ti például, ugye azt mondtátok nekem a beszélgetésünk elején, hogy ugye 18 éves vagy te pedig 17 éves, hogy egy fiatal fiú miért érzi azt fontosnak, hogy cserkész legyen? Hát mi tulajdonképpen 11-12 évesen kezdtük el a cserkészetet, és ebben nevelkedtünk föl, ebben a baráti közösségben érezzük jól magunkat, és ezt az értékrendet tanították meg nekünk az idősebbek, és ilyen szemmel nézve a világot fontosnak tartjuk, hogy ezeket az értékeket őrizzük. Annak ugyanakkor a fiatalsággal is tartjuk a kapcsolatot, tehát nem egy elkülönült szektaként működünk, hanem ugyanúgy a civil életben is normális fiatalként éljük az életünket, csak ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy ezeket az értékeket a mindennapjainkban is megőrizzük. És egyébként ezzel az idézőjelbetett mozgalommal hol találkoztatok? Tehát szülők által, vagy már idősebb, akár unokatestvértől, vagy ismerősöktől hallottatok, és úgy tetszett meg? Hát nekem a bátyám volt cserkész, és én kiskoromban mindig is cserkész akartam menni, mert ő 8 évvel idősebb volt nálam, és akkor én még nem lehettem cserkész, illetve nem voltam, nem éreztem magam késznek, hogy belépjek,
és láttam bátyámon, hogy ő nagyon jól érzi magát, és neki is nagyon tetszett, és amikor én úgy éreztem, hogy elmegyek, akkor jelentkeztem, és voltam táborban, részt vettem a programokon, és megtetszett. Az, hogy most javítsatok ki, ha tévedek, de én úgy érzem, amennyit most beszélgettünk, hogy egy kicsit azért az életkorotoknál felnőttebbnek tűntök nekem, hogy ez ennek köszönhető, vagy azért ez ilyen személyes, tehát mindenki neki belülről jövő. Vagy hozzátett az is, hogy azért cserkészek vagytok, és nagyon sok mindent, sok értékes dolgot megtanultatok. Biztos köze van ennek is ehhez, de egyébként aki ide bekerül, annak nagyon, hát nehéz innen szabadulni. Tehát mi is 17-18 éves fejjel ugyanúgy tudjuk élvezni azokat a programokat, amikkel részt veszünk, mint egy kis cserkész, akár már 8 éves kortól. És hogy néznek ki ezek a, vagy milyen programok vannak, milyenek az összejövetelek, milyen rendszerességűek? Hát ugye a csapatunkban a hetente őrsi gyűléseket szoktunk tartani. Ugye Zoli meg én is őrsvezetők vagyunk, és egy ilyen őrsi gyűlés ez abból áll, hogy hetente egyszer összejövünk, korosztályokra bontjuk a kisebb cserkészeket, mert ugye ott is vannak egészen kicsik, tehát alsó tagozatosok, meg vannak a hetedikes, nyolcadikos korosztályok, és más foglalkozásra van szükségük. Úgyhogy mi ketten szoktuk csinálni ezeket az őrsi gyűléseket, akkor velük foglalkozásokat tartunk, sokszor van, hogy a két társasággal együtt foglalkozunk, közös programokon vesznek részt. Tehát ezek heti rendszerességgel történnek, ezek a foglalkozások. Ezen kívül meg az országból mindenfelé járunk programokra. Két héttel ezelőtt voltunk, például Szolnokon volt egy ilyen Mikulás rendezvény, arra is a csapatból 15-en részt vettünk, különböző korosztályok, tehát 6 évestől egészen 28 éves korig ezen a programon mi részt vettünk, és ott is olyan programokat nyújtottak nekünk, amit egészen a 6 évestől a 28 évesig mindenki élvezett. És hogy lesz valakiből őrsvezető? Ez életkori sajátosság, hogy valaki elér egy életkort, és akkor őrsvezető lehet, vagy ez teljesítmény? Hát az ősvezetés, azt szoktuk mondani, hogy nem egy alternatív korosztályi program, az ennél azért valamivel több. Mindenképpen egy életkorhoz kötött, tehát 14 év fölött lehet ősvezetővé válni. Ehhez el kell végezni egy elég hosszú képzést, és ennek a végén pedig megtesszük a fogadalmat, amihez tartozik, és onnantól kezdve tényleg ősvezetőként tudunk tevékenykedni. Van, aki kihullik, van, aki megmarad, de aki megmarad, abból általában jó ősvezető válik. Volt már olyanra példa, hogy valaki belépett a cserkész csapatba, és aztán mondjuk eltanácsolták. Tehát, hogy nem magától mondta azt, hogy neki ez mégse tetszik, ez az egész. Nem, ilyen nem volt. Tehát általában azok az emberek, akik megpróbálják, nagyon kicsi, tehát nagyon-nagyon ritka ez is, hogy rájön, hogy ez neki nem való, és ő inkább nem szeretné csinálni, de olyanra én még nem láttam példát, hogy azt kellett volna mondani neki, hogy légy szíves, ne gyere többet, mert a cserkészetnek pont ez a lényege, hogy mi mindenkiben meglátjuk a lehetőséget, és próbálunk nekik olyan lehetőségeket nyújtani, hogy ők is be tudjanak illeszkedni. Ugye azt mondtátok, hogy az egyenruhában is vannak különbségek. A kettőtök ruhájáról mit lehet elmondani? Hát tulajdonképpen vannak olyan szimbólumok, amik minden egyes cserkésznek az egyenruháján megtalálhatóak. Ilyen például ez a Hungária jelvény, ami ugye a nemzeti hovatartozást jelenti. Tehát a nemzetközi cserkészeknél ez egy ilyen elfogadott jelkép, egyezményes jelkép, hogy az adott országra jellemző háromszöget rakják ide ki. És ezen kívül minden egyes cserkésznek a jobb karján a csapatszám, a csapatának a száma látható, jelen esetben ugye a 212. És ezen kívül különböző rangjelzések és különböző eseményeknek a felvorúi találhatóak meg az egyenruhán. Ilyenek például az őrsvezető csíkok, amit hogyha elvégzi az őrsvezető képzést az őrsvezető, akkor kapja meg. És ilyen esemény felvarú például, amit a balkarra szoktunk felvarni, a tábori emlék felvarrók, illetve ez is egy tábori emlék felvarró. És neked, mint őrsvezetőnek, hol vannak a csíkjaid? Nekem nem csíkjaim vannak. Én nekem ez a jelvényező, hogy elvégeztem az ősvezetőképzőt. Hát ez egy új egyenruha szabvány.
de emellett életben van még a két sík is. De egyébként az ősvezető, ez azt jelenti, hogy van egy kis csapatotok, tehát mindenkinek, mondjuk neked van egy csapatod, amiben tartozik mondjuk 10 gyerek, hozzád is 10 gyerek, és akkor mindig nekik kell foglalkozni, ezt szervezni, velük kell foglalkozni, megtanítani őket dolgokra. Tulajdonképpen az egész cserkész csapat az úgy épül fel, hogy kisebb egységekre van osztva, ez az őrs, és ennél kisebb egység nem létezik a cserkészetben, tehát őrsönként mozgunk, őrsönként tartjuk a foglalkozásokat, és egy őrs mindent együtt csinál, és ez is, ennek is az a jelentősége, hogy az összetartást és az egymásról odafigyelést fejleszti. És igen, nekem, mint őrsvezetőmnek van 6-7, tehát általában egy őrsvezetőnek 6-7 kisebb gyereke van, általában 3-4 év a korkülönbség, és ez azért jó, mert hallgatnak ugyanakkor az őrsvezetőre, de mégsem akkor a korkülönbség, hogy ne értsék meg egymást, és így könnyebb velük foglalkozni. És milyen például országosan nézve, illetve külföldi szempontból a különböző csapatokkal való kapcsolattartás? Ez rendszeresen törekedtek-e arra, hogy testvércsapatokat keressetek, találjatok, közös programokat szervezetek? Hát azt mondtam, hogy van egy cserkészparkunk, ez nekünk abból a szempontból egy hatalmas lehetőség, hogy tulajdonképpen jönnek ide nem csak az ország, de a világ minden pontjáról táborozó cserkészek, akiket megismerhetünk, úgyhogy nagyon jó barátságokat alakítottunk és alakítunk ki folyamatosan ezáltal. És igazából tényleg ez nekünk már egy olyan lehetőség, ami által tényleg megismerjük a fél világot, barátságokat kötünk, ők is meghívnak minket, utána magukhoz utazunk, így már nagyon sok felé eljutottunk, országon belül és határokon túl is. Van olyan akár nektek, vagy a csapaton belül bármelyik tagnak, hogy mondjuk külföldi országból egy csapattal úgy annyira összebarátkoztatok, vagy ott tagokkal, hogy tényleg tartjátok a kapcsolatot civilben is? Természetesen. Hát ez nagyon, nagyon bűvel lesz, hogy ezt kifejtettétek, köszönöm szépen. Tehát akkor léteznek ilyenek. Akkor térjünk rá arra, hogy ugye vannak táborok, amit már említettetek. Hogyan néznek ki ezek a táborok? Hát egy ilyen cserkész táborról még annyit kell tudni, hogy ez igazából az egész cserkész évnek a csúcsa, a fénye. Van, hogy erre is építjük fel az éves képzést, ott tényleg kiteljesedhet az, amit a kis cserkészek és cserkészek tanulnak évközi munkájuk során. Egy ilyen cserkésztábor az általában egy nomád tábor. Persze vannak cserkészeten belül is különböző szakosodott formák. Ilyen például a regős tábor. A regősök, ők például kifejezetten a regős cserkészek, a magyar hagyományok őrzését tűzték ki célukul, úgyhogy az ő táborukba fokozott mértékben kapnak helyet a különböző hagyományozó programok, például néptánc, kézművesség. Nyilván ez nem maradhat el egy átlagos cserkésztáborból se, de igazából a cserkészetnek egy fontos célja az életre nevelés, és hát nagyon sok olyan új ismerettel találkozhatnak a cserkészeink a táborok során, amikkel máshol nem, és az évközben se feltétlenül csak a táborban. Ez nomád keretek között zajlik látába, tehát egy ilyen tábor, sátortábor. Mindennek megvan a maga rendje reggeltől estig. Ez nagyon fontos szerintem, amit mondtál, hogy az életre nevelés az egy jelentős cél. Ugye ebben az évben volt egy nemzetközi tábor Németországban, és kaptam egy cikket, amiben az van leírva, hogy ugye sátrat kellett építeni, táborhelyet kellett létrehozni, és pont az fogalmazódott meg bennem, hogy igazából titeket valamilyen szinten dolgozni is megtanít az a cserkészet. Tulajdonképpen erről a táborról tudni kell, hogy ide is annak köszönhetően jutottunk ki, hogy a már említett cserkészparkunkban egy Németországban működő magyar cserkészcsapat táborozott, és velük olyan jó kapcsolatot alakítottunk ki az alatt a 2 hét alatt, amit itt töltöttek, hogy hálaképpen tulajdonképpen, hogy foglalkoztunk velük, meghívtak minket ebbe a németországi nagytáborba, ami a külföldön élő magyar cserkészeknek lett megrendezve. És ugye említette, hogy a munkára nevelés, hogy ez megfigyelhető egy átlagos tábornak a menetében, hogy
megtanítják azt, hogy a napi rendet be kell tartani. Tehát kitűznek egy napi célt minden éjszaka, tehát minden este közölnek, hogy a következő nap mit fogunk csinálni, és azt óra percre általában beszoktuk tartani, nincsenek kisebb-nagyobb csúszások. És ugye ennek a tábornak volt egy témája is, hogyha jól tudom. Igen, mivel 100 éves a magyar cserkészet, 100 éve alakultak meg Magyarországon az első cserkészcsapatok, ezért ennek a jubileumi nagy tábornak most az volt a keretmeséje, hogy végigvettük a cserkészek megalakulásától kezdve, tulajdonképpen a cserkészetnek a történelmét napjainkig. Mindezt a külföldiek szempontjából, úgyhogy benne volt disszidálástól kezdve. A végén Kanadába kötöttünk ki a keretmese szerint. És ez előadások formájában történt, vagy gyakorlati játékos megvalósítása is? Hát tulajdonképpen a mindennapi életünket e szerint a keretmese szerint éltük. A napi rendet teljesen igazítottuk ehhez, és ugyanígy ez a keretmese átszőtte a tábornak minden programját, a túrákat, ugyanúgy, mint akár egy számháborút. Azért ugye ezek a táborok, nagyon jó világot láttok, megismeritek az országot, hogyha Magyarországon belül rendeztek ilyen nomád táborokat. Ez mennyire jelent azért számotokra is nehézséget? Tehát mindenkinek megadatik, hogy egy ilyen táborban részt vegyen, vagy azért anyagi fedezet kell hozzá? Hát úgy szoktuk mondani, hogy, vagyis csinálni elsősorban, hogy ez ne jelentsen senkinek gondot, hogyha valamilyen anyagi hátrányban szenved. Tehát, hogy mindenki részt tudjon venni az anyagban. Egyrésztről minden évben most már szoktunk itt Tegerben különböző kisebb munkákat elvállalni, így például a nagyobb városi rendezvényeket mi takarítjuk, a helyszínüket, és abból is összegyűlik tulajdonképpen annyi pénz, amennyi a nyári táborozás már kiteszi. Hogyha erre valaki eljön csapaton belül, akkor már nem okoz neki gondot az, hogy nyáron eljöjjön táborozni, illetve azért mindig próbálunk takarékoskodni, ez is egy cserkész törvény, hogy a cserkész takarékos, és mindig próbáljuk úgy összehozni, hogy naponta mondjuk 1000 forintnál programokkal, létkezéssel, mindennel együtt ne kerüljön többe a táborozás. Ti hogyan látjátok, hogy aki mondjuk soha nem volt egy cserkész, ők hogyan viszonyulnak ehhez a dologhoz? Mennyire van meg ennek a hagyománynak a jelentősége, vagy mennyire degradálódott már le például egy szimpla, bármilyen szabadidős foglalkozása? Hát ugye az idősebb emberek, ők még emlékeznek, hogy milyen volt a cserkészet régen, és ők örülnek is neki, amikor meglátnak minket, hogy vagy akkor jönnek rá, hogy egyáltalán még létezünk, de ők tudják, hogy miből áll a cserkészet, és örülnek neki, hogy ezt mi csináljuk. A következő korosztály, ugye ők nagyon sokszor az úttörőkkel azonosítanak minket, ami persze teljesen téves. A fiatalabb korosztály meg az amerikai média hatására ebből a tipikus filmes amerikai cserkészekkel azonosítanak minket, úgyhogy végül is megvan a maga hátránya is, hogy nem kapunk elég szerepet, és nem vagyunk benne annyira a köztudatban, hogy mindenki tudjon rólunk. Tehát sokszor megkérdezik, hogy milyen sütit árulunk, de igazából amit el kell mondani, hogy a cserkészet lényege a mai napig nem változott. Az ugyanúgy a jellemnevelés, az életrenevelés. Ami változott az, hogy kevesebbet tudnak rólunk az emberek, nem ismerik a szervezetet, és emiatt esetleg kicsit hátrányt szenvedünk ahhoz képest, amilyen régen volt a cserkészet. Hogyha összehasonlítjátok például most magatokat azzal, aki akkor voltatok, amikor még nem voltatok cserkészek, akkor mennyire változott a jellemetek? Vagy a szüleitek esetleg mit mondanak? Ez mindig ilyen felelősségtudatosak, céltudatosak voltatok, segítőkészek? Vagy ez azért az évek során, nyilván amellett, hogy ezt megtanultátok, azért így kifejlődött bennetek? Szerintem aki hosszú évekig a cserkészetnél marad, az otthon is hasonló példát látott a szüleitől, illetve idősebb nagyszüleitől, és szerintem, hogyha nem került volna be a cserkészek közé, akkor is hasonló életmódot folytatna, mert ugyanazt követi, mint a felmenői. Meg semmiképpen nem bántuk. Hát ez a lényeg. Beszéltünk már, vagy szóba került a fogadalom tétel. Erről mit lehet tudni? Van-e valamilyen különlegessége? Hol szokott ez zajlani?
fogadalomtételre nem egy meghatározott időn belül szokott sor kerülni, hanem a mi csapatunkban utoljára például 2 évvel ezelőtt volt fogadalomtétel. Hát sajnos a kis létszám miatt ezt közösen kellett tartanunk egy másik csapattal. Nem az a sajnos, hogy közösen tartottunk, hanem a kis létszám. Egy nagyon jó ismerősünk, ismerős csapattal, egy budapesti cserkész csapattal együtt tartottuk meg ezt a fogadalomtételt. Ennek a fogadalomtételnek megelőzője egy próbáztatás, ami szintén nagyon jó hangulatba szokott eltelni, de a lényeg az, hogy a fogadalmat tevő kis cserkészek tudásáról meggyőződjünk arról, hogy tényleg sikeresen átadtunk nekik mindent, ami elegendő ahhoz, hogy ők megfelelő belátással megtegyék ezt a fogadalmat, hogy ők igen cserkészek szeretnének lenni. Folyamatosan várjátok a jelentkezőket, vagy ti hány fővel lennétek elégedettek a csapatban? Hát ez egy nehéz kérdés, hogy hány fővel lennénk elégedettek, de mindenképpen, tehát folyamatosan várjuk a jelentkezőket, és ez mindenki számára nyitott, és mindenkinek csak ajánlani tudjuk, mert olyat még nem láttunk, aki megbánta, hogy cserkész lett. Hát fiúk, én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és sok sikert kívánok nektek, és továbbra is maradjatok cserkészek. Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!